hétvégén rendezte sportbáját a török szentmiklósi futballklub, ez azonban nem csupán a szórakozásról és a kikapcsolódásról szólt, hanem az értékelésekről és az eredmények elismeréséről is. A vendégek érkezését követően Vicocki Ferenc elnök köszöntötte a megjelenteket. Támogatókat, barátunkat, akik itt ünnepelnek ma velünk, és nem akarom tovább szaporítani a szót, hogy itt nehogy kiüljön a vacsora, meg még pár értékelő szót elmondanak itt a felnőtt csapatvezetői, illetve a ifjústáknak a vezetői, úgyhogy át is adom a szót akkor nekik, és mindenkinek jó szórakozást. Szajányi Csaba, az ifjúsági csapat edzője értékelt az őszi mérkőzéseket. Az első alkalom, hogy ennyi ember előtt tarthatjuk meg nagyjással a évértékelőt, tényleg nagyon jó érzés. Vele is kezdenék, hogy leszoborítsam a szót. Tudni kell, hogy az ifjú bajnokság nyáron ugye átalakult. A Megyei Labdarúgó Szövetség kiemelt bajnokságot szervezett U19 és U16-os korosztályban. Ugye ez azt jelentette, hogy a hagyományoktól szakítva már nem a felnőtt csapattal megy az ifi, hanem a serdülővel, másnap játszottak. Igazából egy tehát kiemelt bajnokság, mint mondtam, 6 csapatos sikerült összehozni, ami úgy gondolom, hogy szakmailag azért annyira nem jó, mert kevés csapat van, nem olyan változatos, de valahol értéke van, én úgy gondolom, hisz több olyan játékosom van, aki a felnőtt csapatban meg tudta mutatni magát előtte alulónak, és nagyon jó teljesítményt nyújtott. 15 fő az ifi csapatból az osztályzatok alapján elismerésben részesült Suki Károly, Pór Renátó, valamint Juhász Attila. Az ifjúsági csapat értékelését követően Gergely Mátyás, a felnőtt csapat edzője kapott szót, ő is beszámolt az elmúlt hónapok eredményeiről. Én is szeretném értékelni egy pár szóval, mondatban ezt a őszi teljesítményüket. Úgy gondolom, hogy elég kényelmes helyzetben vagyok, hiszen a csapat a második helyen végzett. Azt is mondhatnánk, hogy talán halkan megegyezve, hogy talán nem is vártuk ezt az eredményt az ősz folyamán, hiszen ha visszanyúlok a nyárra, 3 komoly meghatározó játékosunk távozott, és bizony egy picit megijedtünk, hogy akkor vajon mi lesz. Most az az igazság, hogy az a koncepció, ami Törökszentmiklóson mindig is azt gondolom az utóbbi években jellemző volt, hogy nem ijedtünk meg, hanem a fiatal játékosokkal, gondolok itt a Buruzolira, vagy a Sufi Karcsira, vagy a Ladányi Tibire, de mondhatnám az Olámikit, vagy az Antal Gabit. Ők kaptak nagyobb szerepet, úgyhogy a bajnokságban végül is 10 győzelemmel, 2 döntetlennel, illetve 3 vereséggel zártuk. Ez 71%-os teljesítmény. A felnőtt csapatból az osztályzatok alapján Lóli Ferenc, Buru Zoltán és Gusztafik Péter kapott külön díjat. Az ifjúsági és a felnőtt csapat közösen mondott köszönetet Vicocki Ferenc elnöknek, mindazért, amit az egyesületért tett és tesz. A játékosok mellett a klubnál tevékenykedő edzők is elismerésben részesültek, így a felnőttek edzője Gergely Mátyás, az ifik trénere Tarjányi Csaba, valamint az utánpótlás csapatoknál dolgozó Héder Robert, Gusztafik Péter, Pintér Zoltán, valamint Szecsei József is ajándékot kapott, de ezzel még mindig nem volt vége a köszönet nyilvánításoknak. Ramos Andrásnak, a csapat gyúrójának szintén megköszönték áldásos tevékenységét. Fejes Tibor Törökszentmiklós alpolgármestere is köszönetet mondott az egyesületnek és gratulált az eredményekhez. A város szempontjából nagyon fontos az, hogy jó eredményeket érjen el minden egyesület, és úgy érzem, hogy az elmúlt években nagyon jó kapcsolatot sikerült képíteni egymással, kora-vissza, és tényleg őszintén szeretném megköszönni, hogy Törökszentmiklósi hírnevét örökbítik, és tovább viszitek mindannyian. Úgyhogy csak így tovább, mi a részünkről megteszünk mindent, amit csak lehet. Úgy gondolom, hogy ennek a jövőben is van lehetősége. Úgyhogy gratulálok még egyszer mindenkinek. Köszönöm szépen! A díjazások és köszönet nyilvánítások után a vacsora tálalása és elfogyasztása következett, melyet az önfelett szórakozás követett. A mulatságot egy rövid időre a tombolatárgyak sorsolása szakította meg, majd hajnalig folytatódott a dínom-dánom.
call.